Sziasztok, üdv újra a fájdalom földjén. Meghívásselkedünk a harmadik epizódnak, miután szegény csávót valami kegyetlenül megölte és kipendelítette abból a barlangból. De volt nála egy kulcs, amit magunkhoz vettünk. Viszont a holttest bőrével valami nem stimmel, mert nagyon furcsa színe van. És ezt a főhősünk meg is jegyezte. Hát... elindulunk errefele. Mivel ugye... Igen, ezt olvastuk. Ugye ahol felvettük a létrát, ott volt még egy zárt ajtó. Lehet, hogy talán oda kell a kulcs. Persze nem biztos, de... Az eddigi helyek nem jöttek össze. Ja, és még útközben volt még egy-két ház is, igen. Ezeket is megnézem. De... Ez nem a megfelelő kulcs. Vagy a másik házhoz kell, ahol szintén van egy égő lámpa, ahol szintén nem tudtunk bejutni. Ú, basszus, annyira olyan hangulata van, hogy szó szerint libabőrös vagyok, egyszerűen... kiráz a hideget a játéktól, komolyan. Most én látom úgy, hogy tényleg egyre sötétebb van ebben a játékban. Itt eddig nem volt ilyen sötét, csokolom. Vagy igen? Én nem úgy emlékszem. Érdekesebb hangok vannak itt-ott. Olyan hangok, amiket eddig még nem hallottam a játékban. Eléggé. Nem látjátok, de most nagyon feszülten ülök itt. nem. Nem ide való. Akkor ezért lesz a megoldás, ahol felvettük a létrát. Csak könyörgöm, semmi ne támadjon meg. Ne legyen se fekete árny, se démon, se egyéb szörny, se ilyesmi. Nem akarok találkozni semmi ilyennel. Nem én voltam. Én nem csináltam semmit. Basszus. Nem látjátok, én viszont mindjárt majd összeszarom magam. Basszus, merre nézek? Bárhonnan támadhat bárki. A rohadt életbe. Hülye madár! Kuss! Hát ez aranyos. És ugye ne felejtsük el, hogy a játékban van ugye sprint funkció, ami... Hát elvileg ugye... korlátlanul működik. Kérdés az, hogy ki elől kell majd sprintelni. Mert hogy biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb majd kell sprintelni. Kötelező jelleggel. Erre gondoltam. Na lássuk, jó ide a kulcs? Igen! Hát persze, hogy ide kell a kulcs, hát persze, hogy ide kell jönni, ahol a legtöbb vér van. Jól van. Csak... nyugalom. Nem lesz semmi... baj.
Ez egy... Milyen hely ez? Olyan, mint egy bunker lenne, vagy nem is tudom. Hello! Zárva? Zárva. Hát itt valakinek nagyon sok vére volt. És nincs elemlámpám. Nincs elemlámpa. Jó, ez a mi léptünk. A mi léptünknek van ilyen hangja. Jó, nyugodjak meg. Ez csak a mi léptünk. Hello? Guten Tag? Nem akarok bajt. Jó. Egyelőre nincs itt senki. Mi lehet abban a zsákban? Testrészek? Igen, a szekrények is tele vannak vérrel. A nyomok a lépcsőhöz vezetnek. Mármint ehhez a lépcsőhöz. De előtte van itt egy cetli. Na! Wir gingen in Richtung Portal, als das Wesen aus dem Nichts kam. Szóval a portál irányába mentünk, amikor a lény a semmiből tört ránk. Zum Glück konnten wir uns hier drinnen verstecken. Szerencsére itt bent el tudtunk bújni előle. Einer von uns wurde schwer verletzt. Vielleicht wird es hier nicht überleben. Egyikünk súlyosan megsebesült, lehet, hogy itt nem fogja túlélni. Was wir sahen war fürchterlich. Dieses Monster riss ihm das Fleisch vom Arm. Dabei nur die Knochen übrig lassend. Ez a szörnyetek félelmetes volt. Kitépte a húsát a karjából, úgyhogy csak a csontja maradt ott a helyén. Ó, basszus. Mi a jó Isten? Hát ha Howard Phillips Lovecraft ilyeneket talált ki, hát akkor nem volt százas a csávó. Hát ez zárva van. Hát hello. Mondjuk ennek most kivételesen örülök. Nem kell oda lemenni, de... Van olyan érzésem, hogy biztos arra kell tovább haladni. Állj! Ho-ho! Ha-ha-ha-ha! Felvettük a lámpást. Amit magunknál hordunk. Na most effel be tudjuk kapcsolni így, viszont ha be van kapcsolva, könnyebben vesznek észre minket. Basszus kulcs. Basszus kulcs. Nem akarom tudni, mi volt az. Egyszerűen nem akarom tudni. A francba. Csak becsukódott az ajtó. Húzat. Ez csak a húzat volt. Semmi komoly. Hát a húzat csinál néha ilyeneket. Hát becsapta az ajtót. Hát... Azt mondja, igen, van, becsapta az ajtót, a szél nem csinálhatott ilyet, hát persze. Szóval kell találnom valamit, amivel ki tudom nyitni az ajtót, ugyanis ez a hely nagyon nem biztonságos. Hát öregem, okos vagy. Az Isten itt...
nagyon, nagyon kellemetlenül érzem magam ezen a pálya részen. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. A hangok, ez a nyomasztó ambient sound, meg minden, egyszerűen az emberre a frász hozza. Most viszont nem tudom, hogy... Állj! Ez túl nagy darab ez a cső. Gondoltam, hogy ezzel talán kifeszíteni. De... Valami ki kéne feszíteni az ajtót. Na most kéne egy darab... mondjuk valami fém darab. Ha már pályszert nem ad a játék. Állj! Ez... Nem tudjuk felszedni. Nem tudjuk átvizsgálni. Ezt nem tudjuk kinyitni. Ezt nem tudom, ezt sem tudom kinyitni, a csatorna fedelet. Akkor... Valamit figyelmen kívül hagyok. Valamit... Figyelmen... Hát persze, én nem látom a fától az erdőt. Köszönöm. És az eszköz, ami majd kelleni fog ennek a kinyitásához, az egészen lent lesz. Mármint úgy egészen lent. Ott, lent. Mert a kulcs ehhez kellett. Igen. Jól van. Jól van, semmi baj. Nagy levegő. Nincs itt len semmi. Aha. Aha. Csak korom sötét. Kérdés az, hogy az a valami, ha itt van lent, mennyire utálja a lámpafényt. Ez itt a ki... Ne! Nem. Ezt ne! Minden csak hosszú sötét folyosót, ne! Azt ne! Az a legundorítóbb a horror játékokban, komolyan. Kenőanyag. Kenőanyag. Azt mondja, még hasznos lehet. Az ilyet mocskosul gyűlölöm egy horror játékban, és az minden horror játékban van ilyen, ugye? Hosszú sötét folyosó, ha-ha-ha. Miért van olyan érzésem, hogy itt majd sprintelni kell valami elől? Miért van ilyen érzésem? A rohadt életbe! El sem indultam, de már nem merek tovább menni. Jöjjön Kend! Jöjjön, aminek jönnie kell. Nem tudok mást erre mondani. Ez bánt minket? Ez forró gőz? Nem bánt, jó. Ez csak sima gőz. Oké. Azt hittem, hogy forró. Mi a fene? Mi ez? Hát itt sok víz van. Mi ez itt? Atyaisten! Ha! 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 Adj ide a kalapácsot, hadd vegyem föl!
Nem tudom felvenni a kalapácsot, nem engedi. Nem engedi felvenni a fűrészt. Szemét játék. Ha, hát ez vicces. Persze, hogy nem működik a kapcsoló, hát meg lettem volna lepődve, ha működne. De ez azért biztató, ugye? Ugye milyen biztató? Francba, mit csináltak itt? Mi volt ebben a kertezben, és miért van itt? Ó! Oh. Érdekes! Mi a fenét csináltak itt? Miért van itt egy kép a koponyáról, az agyról és a szívről? Nem akarok oda bemenni. Rusting a machine, this autism cefán. Rozsdás gépek, ez a hely már szétesőben van. Ezeket nem tudjuk. Generátor, várjál. Generátor kapcsoló, de nem tudjuk aktiválni egyiket se. Van valami furcsa víz, olyan mintha nem is tudom, de forna talán? Nem merek belemenni. Ez pedig egy dízelgenerátor. Annak tűnik legalábbis. Ajaj, ezek a kapcsoló szekrények nem tűnnek valami megbízhatónak. Most kíváncsi vagyok, hogy bánt-e ez a víz. Nem. De akkor sem akarok belemenni. Mi a ménykű... Oké, most valami gépteremben vagyunk. Ez az izé meg szikrázik. Wow! Hú, itt mennyi gép van. Mi? Mi az ott? Remélem, az csak egy fának a darabja. Nagyon remélem. Igen, jobb, ha nem ugrom át ezt a kerítést, mert akkor darabokra szednek a turbinák. Na most ez a ventil, ez mit nyit ki, vagy mit zár el? Na várjál, itt azé, a cső, az megy oda le. Lehet, hogy ezeket kell itt leállítani? Na várjál, de hát ez termel áramot, nem? Már nem, mintha olyan sok fény lenne itt. De ha leállítom, hát akkor még ennyi se lesz. Ott bent van fény. Hát persze, hogy nem működik, miért is működne? Aztán micsoda öreg gépek. Ó, itt a radiátor, nézd csak. De érdekes. Ez talán valami, nem is tudom. Valami iroda hely is, iroda szerűség lenne.
Már szerszámok sincsenek itt. Igen, a nyomásmérők bármelyik pillanatban eldurranhatnak. Ha! Az mi? Nem tudom elolvasni. Nem, így. Azt mondja, wir stecken hier seit Stunden fest und dieses Monster ist immer noch da draußen. Már órák óta itt ragadtunk, és az a szörnyeteg még mindig ott van kinn. Sollten wir die Tür öffnen, ist das sicher unser Ende. Ha kinyitjuk az ajtót, az biztosan a végünket jelenteni. Aus dem Gebäude führt ein Abflussrohr, das in der nahen Schlucht endet. Vielleicht können wir dadurch fliehen. Vielleicht ohne bemerkt zu werden. Az épületből kifelé vezet egy... Hát egy cső, amin keresztül talán ki tudunk menekülni. Észrevétlenül. Wir müssen einen Weg finden, den Wasserstand im Becken zu senken und herausfinden, wo es herkommt. Meg kell próbáljuk a vízszintet csökkenteni a medencében. Aha, amit láttunk ugye a ventil, tehát láttunk egy tekerentyűt, azzal valószínűleg le tudjuk csökkenteni a vízszintet. De várjál, hát ez a szörnyeteg valahol itt van ám kinn. Hát én meg is szabadon futkározok érte, tehát bármelyik pillanatban megzaválhat. Vagy megölhet, vagy nem tudom mit csinál ez a szörnyeteg az emberekkel. Ja, kitépi a húst a karomból, igen, tényleg. Hát akkor lássuk, hogy... Megnyomtam a balegeret, és elsötétült minden. Ide kellett a kenőanyag. Használtuk a kenőanyagot. Na most! Aztán hangosabb nem is lehetne. Aha. Jó, hogy itt engedtük le a vizet. És ez nekünk miért jó? Itt most leengedtük ebben a medencében a vízszintet. Ja, igen, tudom, oké, tudom. Itt, igen. Erre gondoltam. Azt a cirkusz! Ott a turbina! Oké. Azt a mindenit! Akkor ez valami... Valamilyen vízerőmű? Vagy... Gondolom ez egy áramfejlesztő akar lenni, feltételezem, de nem vagyok benne biztos, mert a vízerőművek nem igazán így szoktak aztán működni, hogy állómedencében forog egy turbina, de aztán lehet, hogy tévedek, na. De várjál, hát ezt nekem le kéne állítanom, nem? Oda kéne bejutni, oda. De hát... próbáljam megkerülni. Na várjál. Aja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 j
Lassan, óvatosan. Nem szabad túl közel menni, mert ez szétdarál. Lassan. Jó. Oké. Igen? Hát de én most ezzel nem vagyok előrébb semennyivel, kérem. Most ott van fönn a fa. A
De nekem ez itt most miért jó, vagy miért nem jó, vagy... Lehet, hogy itt kell keressek valamit, a talajon? Hát itt nem sok minden van. Oké. Jó, itt nem tudunk tenni semmit. Tehát egyelőre még nem kell idejönni. Egyelőre. Akkor viszont... Akkor egyelőre visszamennék, és biztos, hogy kihagytam valamit. Valamilyen lépés kihagy... Hehe. Valamilyen lépés kihagytam. Vagy erre kell menni. Mi az ott elől? Csak növények, ugye? Igen, jó. Az csak egy gyökér, így van. Bármennyire is ijesztő voltál távolról. És hol kötünk ki? Na... Ha! Ah! Basszus kulcs! Anyádat ijesztegest! Nem igaz. Oh. Attól ijedtem meg, hogy a karakter megijedt. Jó van. Hello! Hát én ki nem kapcsolom a lámpát, a szétszentség. Jól van, nyugalom. Végül is, egyáltalán nem ijesztő ez a hely, ugyan már. Mi történik? Há? Hát... Hé? Most... Mitől indult meg? Hát hülye vagy! Hát emelkedik a vízszín, hát meg fogok én fulladni. Hát ez milyen műsor? Ajaj, meg fogok fulladni, srácok, meg fogok fulladni. És nem látok semmit. Nem látok abszolút semmit. Várjál. Igen. Hát jó, most meghalok. Tehát most nem tudok mit tenni. Az előbb volt egy fáltűr. De hol? Gyorsan meg kell találjam. Hol volt? Basszus! Meg kell találnom minél gyorsabban! Ne! Hol van? Egy csapóajtó! Valahol kijött az előbb egy csapóajtó, de hol? Sajnálom öregem, de hát... Aha. De hol az a csapóajtó? Valahol van. De hol? Uha. Megint meghalok. Igen. Most hol vagyok? Nem. Akkor megpróbálom erre.
Hát én nem tudom sajnos. Jó, hogy itt most párszor meg fogunk halni, mert egyszerűen nem egyértelmű, hogy hol van. Fogalmam sincs, hogy hol van a csapóajtó. Ugye kezdők szerencséje volt, hogy elsőre... Ez nem az! Francba! De hogy a fenébe találtam meg elsőre? Hát ez hihetetlen! Ezt én sehogy nem értem most. Ez sem az. Itt sem találok semmit. Érdekes. Nem lehet, hogy erre visszafele van? Haha! Nem csapóajtó kellett, hanem csak vissza kellett ide jönni. Ez volt a B-tervem. Valaki megint elárasztotta. Nem tudom ki volt, de... Szerintem ezt megpróbálom megint korrigálni. Aha! Nem lehet! Nézzenek oda! Nem lehet megint leereszteni! Milyen érdekes! Nem lehet ismét leereszteni a vizet. De hát nem értünk ott el semmit, tehát most akkor ezt nem értem. Most miért jó, hogy visszajöttünk? Ezt most én nem érteni. Várjál már. Jól látom, hogy van egy pályszerünk? Igen. Ja, hallottuk, hogy itt a sikolyt, azt mondja, biztos nem nyitom ki ezt az ajtót. Basszus, ha megvan a pályszer, hát ezért jöttünk le. Ó, de hülye vagyok. Oké, akkor megyünk föl. Megyünk vissza. Most már csak vissza kell jussunk. Nem fogok rohanni. Tuti, hogy valamivel készül a játék. Nem fogok rohanni. Nem. Nem fogok rohanni. Lassan. Kicsit azért bántja a csőröm, hogy ott a egész lent, ahol emelkedett a vízszint, ott volt egy csapóajtó, emlékszem rá. De hihetetlen, hogy csak egyszer találtam meg. Elképesztő. Na de most, ez az! Pajszerral! Menni fog a... Ez az! Siker! Kijutottunk! Hú!
Igazából most miért is mentünk be? Jó. Á, nézzétek, elállt az eső. Elállt az eső. Na, akkor még csak haladtunk előre valamit. Akkor jó sokáig lehetünk lenn. Na, oké, hát remélem tetszett ez az epizód is. Ha igen, akkor tartsanak legközelebb is, innen folytatjuk tehát a fájdalom földjén. Köszi a figyelmet, sziasztok!